A szalsza egy világszerte elterjedt társasági tánc, mely az utcai latin táncokhoz sorolható. Június közepén a Deleskei Városi Művelődési Központ által szervezett rendezvényen is ez a tánc került a középpontba. A szalsza ritmó tánciskola jóvoltából feketeges hangulatú táncesten vehettek részt a deleskeiek. Latin zenétől volt hangos az intézmény udvara, aki kedvet kapott egy kis tánchoz és szerette volna elsajátítani az alapokat, az megtehette itt ezen az estén. Szinte minden korosztály képviseltette magát, és együtt közösen táncoltak az est folyamán. A részletekről Gál Grétát, a szalsza ritmó tánciskola tánctanárát kérdeztük. Igazából én a tánciskolában, a szalsza ritmú tánciskolában kezdtem el foglalkozni ezzel a tánccal, ugye a szalszáról van szó. Egyebek mellett egyébként ugye a szalsza mellett tanítunk társas táncokat, bachatát, illetve különböző latin táncokat is. Én konkrétan 10 éve vagyok a tánciskolánál, de van olyan kolléganőm, aki egy kicsit később kezdtem, mint én, és Derecskei. És ugye így kerültünk ide Derecskére, hogy rajta keresztül dolgozott itt, mint rendezvényszervező a Derecskei Művelődési Házban, és rajta keresztül kerültünk ide gyakorlatilag. És ugye most este fogunk egy alaplépéseket tanítani, illetve megismerkedünk a latin, a szalsza zenével, illetve ha jól tudom, akkor utánunk lesz is egy élő zenés szalsza koncert, amit már mi is nagyon várunk. Hányan az oldalra lépés? Kifelé, 1, 2, befelé, 5, 6, 7, kifelé, és befelé, felé, és tárító megyünk tovább, fiú. 1, 2, 3, Gál Gréta tánctanár hozzátette, az órák során nagyon hamar feloldódnak az emberek, talán ez a tánc legnagyobb ereje, hogy közösségeket hoz létre. Kellemes időtöltés, ráadásul számos egészségügy előnye is van, fizikailag és szellemileg egyaránt. Legyen szalsza, néptánc vagy keringő, a tánc csodálatos önkifejezési eszköz. De akkor is érdemes rendszeresen táncra perdülnünk, ha csak hobbi szinten űzzük, mondta Gál Gréta. Szerintem nagyon egyszerű a tánc. Ugye a szalsza tanfolyam keretén csak a szalszával foglalkozunk. A lépések nagyon egyszerűek. Maga a zene az egy kicsit ugye eltér a magyar népszokások által ismert zenétől, sőt azért eléggé eltérettől, viszont nagyon hamar rá lehet érezni. Illetve most ugye a rádióban is rengeteg latin pop megy, ami azért kicsit átfedésben van a szalszával. Így nagyon sok olyan ismert zenére is lehet táncolni ezt a táncot, ami tényleg minden nap megy a rádiókban, a tévében is akár. Ez emellett egyébként remek közösségformáló maga a tánc és a tánciskola is, illetve ugye a szalszának van egy sajátossága, hogy egy úgynevezett ruedát, körtáncot táncolunk, ahol folyamatos párcserék vannak, így azt szoktuk mondani, hogy nincs rajta az emberen az a stressz, hogy most felkérjen valakit táncolni, akivel ő szeretne táncolni, hanem a körtáncon belül folyamatosan cserélődnek ugye a párok, és így elég népszerű tánc lett nagyon hamar Európában is. A következő percekben önök is betekintést nyerhetnek a táncest legjobb pillanataiba, és abban, hogyan sikerült a deleskeieknek elsajátítani a szalsza alapjait. Jó, 1, 2, 3, 5, 6, figyelj, párma, dosz, kinyitunk, 2 fogunk kapcsolni, 1, 2, és 5, 6, 7, 1, 2, 3, oldalra lapépés jön, oldalra, befele, és kifele, befele, kifele, befele, kifele, és szárítunk, megyünk tovább. Jump,
A szalsza est zárásaként a Latin Combo zenekar lépett a színpadra, akik igazi kubai, karibi hangulatot varázsoltak az intézmény udvarára. Az együttes különleges feldolgozásokkal is szórakoztatta a hallgatóit és a táncolni vágyó közönséget.